Játszani. És a játék kifulladásig tartott. A rendes játékidő 0-0-ás döntetlent hozott, az eredmény a hosszabbításban sem változott. Jöttek a büntetők, és Petri Zsolt három kivédett 11-ese után Kovács Ervin követ. A onnantól kezdve nem emlékeztem a Fügy koncertre. Ez érdekes volt. És hát utána az öröm, ami mindenkin tükröződött, az egy nagyon szép emlék. Olyan eufórikus örömben nem volt még sem játékosként, sem edzőként azóta részem, mint amikor Kovács Ervin berúgta a döntő 11.